Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Mérlegen legújabb kiadásában. Ma különösen köszöntöm Önöket, hiszen itt az Erdélyi Magyar Televízió stúdiójából élőben jelentkezünk, és hát egy nagyon rendkívüli és izgalmas témát fogunk majd boncolgatni meghívottaimmal. Marosvásárhelyi, de egyben erdélyi horderejű fontosságú témáról fogunk majd beszélgetni, hiszen Marosvásárhelyen ma egy kicsit az őszi hideg szellővel talán a reménység szele is befújt, ugyanis megvan egy név, akire már nagyon-nagyon rég várunk mi marosvásárhelyek, és szerintem az erdélyi magyarok is, hogy ki lesz Marosvásárhely magyar polgármester jelöltje. Megvan az a név, amire ugye várunk. Sors Zoltánt köszöntöm itt a stúdióba polgármesterjelöltként, és hát megvan egy újabb név, aki igazából régi új név lehet, reméljük, itt a Maros megyei tanács élén, Péter Ferencet is köszöntöm, aki a Maros megyei tanács elnöke, illetve a Maros megyei RMDSZ elnöki minőségében is jelen van. Köszöntöm Önöket. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Jó estét, és köszönjük a meghívást. Ma egy nagyon izgalmas nap volt, politikai, marosvásárhelyi, közéleti szempontból, és hát a remények szempontjából is, de hogy pontosan miről is fogunk ma beszélgetni, egy rövid összeállításba megnézzük itt, hogy a nézők is elevenítsék fel, ha nem látták a híradós kollégáink rövid összeállítását a ma délutáni döntésekről, ezt nézzük meg közösen. Sors Zoltán Marosvásárhely polgármester jelöltjének nevezte meg. Véget vetett a találgatásoknak az RMDSZ Maros megyei küldöttgyűlése Sós Zoltán jelölésével. A megyei szervezet ügyvezető elnöke szerint Sós a legesélyesebb Dorin Florián leváltására. Ezt bizonyítják a közvéleménykutatások is. Váltás hangulat van Marosvásárhelyen. Ehhez kérjük minden politikai, civil, egyházi szervezet segítségét és mindazon marosvásárhelyiekét etnikumtól függetlenül, akik úgy gondolják, hogy elég volt 20 év Flória polgármesterségéből. Porcsalmi Bálint az országos szervezet támogatásáról biztosította a polgármester jelöltet. Sors Zoltán meggyőződésem szerint az a jelölt, aki meg tudja nyerni ezt a választást. 262 napunk van arra, hogy közös erővel, munkával ezt megvalósítsuk, hiszen ma itt egyértelműen elhangzott az, hogy a legfontosabb célja ma az RMDSZ-nek, nem csak Marosvásárhelyen, de máshonnan is az, hogy leváltsa Dorin Flóriát a polgármesteri székből, és visszaadjuk ezt a várost azoknak, aki a marosvásárhelyi embereknek. A Maros megyei múzeum igazgatója a korábbi választáson alig pár százalékkal maradt alul az akkor ötödik mandátumát megnyerő Dorin Flóriá ellenében. Akkor a Magyar Összefogás jelöltje volt. Nyilván most 2020-ban nem csak a Magyar Összefogásról lesz szó, hanem mind azon erőknek az összefogását szeretnénk elérni, akik váltást akarnak Marosvásárhelyen. Politikai szervezetek, civil szervezetek, tehát nyitva van az ajtó az én részemről, hogy tárgyaljunk, beszéljünk, és végre Marosvásárhelyen legyen egy újrakezdés, egy új élet kezdődjön. A mai küldöttgyűlésen arról is döntöttek, hogy a Maros megyei tanács jelenlegi elnökét támogatják a 2020-es választáson is. Péter Ferenc szerint a közigazgatásban fontos a kontinuitás. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 3,5 évben sikerült bebizonyítani, hogy jó irányba megy Maros megye. Nagyon sok olyan feladatot tudtunk megoldani, amelyet kötelező módon meg kellett oldani, de ezen kívül rengeteg még a tennivaló, rengeteg még a munka, erre vállalkozom. Az RMDSZ Maros megyei küldöttgyűlésének döntéseivel párhuzamosan Herman Márk Krisztián a Facebookon jelentette be, függetlenként ő is megpályázza Marosvásárhely polgármesteri tisztségét. Itt a híradó részlet is azzal járt le, hogy sokan ugye a közösségi oldalon már is reagáltak az önök bejelentéseire, Zoltánnak is, illetve Péter Ferenc elnök úrnak is arra, hogy újabb mandátumért indul. Zoltán ismételten bevállalja a polgármester jelölést és megkapta az RMDSZ támogatását. Rengeteg gratuláció érkezett és sok sikert kívánnak a választópolgárok. És hát felmerült nagyon sokuk részéről az, például a Zoltán oldalán követtem nemrég műsoridő előtt, hogy igen, gratulálnak, sok sikert kívánnak Sors Zoltánnak, de az RMDSZ-nek igazából nem szavaznak bizalmat Zoltánnak, igen. Tehát úgy tűnik, mintha Zoltán támogatnák, de az RMDSZ nem. Mennyire Sors Zoltán az RMDSZ jelöltje jelen pillanatban? Elnök úr, megyei RMDSZ elnökként ön erről mit gondol? Én úgy gondolom, hogy elsősorban Zoltán az RMDSZ támogatását élvezi, és ez így jó. Tehát szerintem Zoltán ebben a pillanatban RMDSZ polgármester jelölt, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban pontosan azt kell megtegyük azzal a
társadalmi párbeszéddel, azokkal a réteg találkozókkal, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis, mi valóban egy új Marosvásárhelyt akarunk közösen Zoltánnal, és itt nagyon fontos, hogy minél közelebb helyezkedjünk RMDSZ-ként a választópolgárokhoz, attól függetlenül, hogy ezek iskolások, vagy esetleg vállalkozók, vagy különböző szakmai társulásokhoz tartoznak, vagy akár nyugdíjasok. Tehát nekünk ez egy nagyon fontos feladat. RMDSZ-ként vagy vezetőként akarunk nyerni Marosvásárhelyen és Maros megyébe? Mi vissza kell nyerjük Marosvásárhelyet a marosvásárhelyieknek RMDSZ-ként, és ugyanúgy RMDSZ polgármesterként. Zoltán, RMDSZ-ként lehet-e nyerni? Polgármesterként, polgármester jelöltként? Most nyilván a szervezetnek a megítélése változhat, és az elmúlt három évnek a történései Marosvásárhelyen ugye nem váltak a szervezet javára, ezen mindenképpen változtatni kell, de én ezt továbbra is fenntartom, hogy nyitva van az ajtó minden civil szervezet, politikai szervezet számára. Számomra most nem az az elsődleges, hogy milyen színekbe induljak, hanem az az elsődleges, hogy megváltoztatni ezt a helyzetet Marosvásárhelyen, és Marosvásárhelyként úgy gondolom, hogy a 2016-os választások eredményére és alapozva ezt hitelesen föl tudjuk vállalni ezt a küzdelmet. Nem vagyunk lekötelezve senkinek, és az a célunk, hogy Marosvásárhelyt visszaadni a Marosvásárhelyeknek. De akkor most újabb egyeztetőkörök indulnak, hogy igazából mindenki támogassa, vagy támogathatja Sors Zoltánt, mint jelölt Marosvásárhelyen. Tehát, hogy az RMDSZ mellé még kisorakozik be a támogatásod mögé. Természetesen, hogy igen, de azért itt még csak kiegészítőnek, hogyha megengedik. Tehát egy dolgot azért ne felejtsünk el, hogy nem csak polgármesterre van szükségünk, nekünk egy nagyon erős frakcióra is szükségünk van. Tehát ahhoz, hogy a döntéseket meg tudjuk hozni a testületbe, ha többségünk nincs is, de egy nagyon erős frakciónk kell legyen a testületbe, ahhoz, hogy ne tudjon kikerülni senki. Tehát ezért nagyon fontos, hogy RMDSZ-ként nyerjük meg ezeket a választásokat, mert ha nem lesz egy nagyon erős frakciónk, egyszerűen képtelenek leszünk végigvinni azokat a fejlesztési programokat, amelyeket szeretnénk a marosvásárhelyiek érdekében. És ha egyeztetésről van szó, abba is biztosak kell legyünk, hogy sajnos Marosvásárhelyen már nem vagyunk több mint 50%-ba, tehát lehetetlen, hogy a testületbe több legyen, mint 50%-unk, tehát ezért több mint valószínű, hogy lesznek politikai egyeztetések, mert kénytelenek leszünk valakivel koalícióra lépni, azért, hogy tudjuk vezetni a várost a testületen keresztül is, mert csak egy polgármester nem tud nagy dolgot felmutatni abban az esetben, hogyha nincs egy támogató testület mellette. Nyilván, hogy a csapat az elengedhetetlen, hogy ki van mögötte. Itt, ahogy a bejátszásban, a híradós összeállításban is láthattuk, Herman Márk Krisztián magyar jelöltként, független jelöltként bejelentette, hogy ő is indul ebben a megmérettetésben. Mennyire akadály Herman Márk Krisztián jelenléte ebben a versenyben annak kapcsán, hogy magyar jelölt és esetleg Sors Zoltán esélyeit gyengíti? Tehát deklaratív módon azt látjuk, hogy Mark Herman Krisztián rettenetesen Flória ellenes, rettenetesen városvezetés ellenes. Most felteszem a kérdést, hogy ha abban az esetben, hogyha ő elindul, tudja ő is nagyon jól, és mi is tudjuk nagyon jól, hogy Sors Zoltán esélyeit csökkenti. Most felteszem a szerkesztőasszonynak a kérdést. Ezelőtt 4 évvel, vagy 3,5 évvel 2,7% hiányzott Sors Zoltánnak. Most Mark Herman Krisztián hány százalékot fog elvinni, és mennyivel fogja csökkenteni a Sors Zoltán esélyeit? Tehát azt jelenti, hogy ő deklaratív módon nagyon városellenes, nagyon városvezetés ellenes, nagyon Flória ellenes, de ugyanakkor, ha ő indul, akkor azt jelenti, hogy Flóriát pártolja, tehát ugyanazt a városvezetést akarja megtartani, mert csökkenti az egyetlen esélyes ellenfelének az esélyeit. De hajlandó lennél vele alkut kötni, Zoltán? Hát én annyiból látom árnyaltabban a képet, hogy mindenképpen a közös ellenségünk van, ugye, és ahogy elnök úr is mondta, hogyha Krisztián részéről őszinte az az akarat, hogy Marosvásárhelyen egy új kezdetnek legyünk a tanúi, akkor természetesen ki kell egyezni. Én úgy gondolom, hogy az ajtó számára is nyitva van, nem csak nálam, hanem Péter Ferenc elnök úrnál is, és hajlandók vagyunk egyeztetni, annál is inkább, hogy ő egy markáns álláspontot képviselt, tehát én úgy gondolom, hogy helye van a csapatban, ez nem rajtunk fog múlni. Az, hogy másodjára is vállalod ezt a megmérettetést, igazából mi volt az indítatásod? Ugye itt rengeteg név felmerült már az elmúlt pár hónapban is, például Bölöni László, ugye most már egyértelmű, hogy Bölöni László nem vállalt azt, hogy haza jön Marosvásárhelyre, de hogy Zoltán, te ezt hogy döntötted el, hogy ismét vállalod ezt a munkát?
Nos, hát a döntéshez nyilván több tényező kellett, azon kívül, hogy a szervezetemből is több egyeztetés volt, és hát nyilván a Péter Ferenc elnök úrral volt elsődlegesen ez leegyeztetve, de ugyanúgy az országos vezetéssel is figyelembe kellett venni a méréseket is. Tehát természetesen a jelölt az nem egy véletlen műve, vagy egy szimpátia műve. Elnézést, nem a véletlen műve, a mérések is azt mutatják, hogy te vagy a legismertebb marosvásárhelyi magyar? Egyrészt azt, hogy a legismertebb, másrészt azt, hogy a legmagasabb támogatottság. Nyilvánvalóan Bölöni Lászlónak volt valamivel nagyobb eredménye, de lévén, hogy Bölöni László nem vállalta egyértelműen és nem mondott igent, ezért időszerű volt, hogy megnevezni a jelöltet. Ugye Kelemen Honor elnök úr is elmondta, hogy megvan a jelölt Marosvásárhelyen, de hát megvárta a Maros megyei testület döntését, a területi képviselők tanácsának a döntését, nem akart előre szaladni, és ezt betartotta ugye a szervezeti szabályzatot, és így nyilván teljesen más a kép. De természetesen az is fontos számomra, hogy az a munka, amit 2015-2016-ban vittünk, egy hiteles munka volt, és az emberek úgymond megértették, hogy mi tényleg váltani akarunk, tényleg egy új éra szeretne Marosvásárhelyre, igen. Elnézést, most itt mondtad, hogy igen, az előző kampány és a munka az nagyon kemény volt, és megértették, és nagyon kis százalékon múlott az, hogy te veszítettél. Az elmúlt három évben, annak ellenére, hogy azt ígérted, hogy nagyon aktív ellenzéke leszel Dorin Flóriának és a jelenlegi városvezetésnek, nagyon-nagyon kis mértékben, és főleg az utóbbi pár hónapban hallhattunk rólad, és hallattattad a hangod. Miért, illetve gondolod, hogy ez elég ahhoz, hogy az emberek ne felejtsenek? Most nyilván nem fogom a szervezet munkáját átvenni, és egy személyben mondjuk a városvezetést támadni. Arra koncentráltam, hogy az én munkámat végezzem el, hiszen elsősorban volt egy, illetve van egy munkám a Maros megyei múzeum élén. Most, hogyha végig a politikával foglalkozom, akkor el kell dönteni, hogy mit csinálok. De abban a helyzetben, hogy nem volt egy tisztségem, ugye nem voltam városi tanácsos, nem voltam megyei tanácsos, elsősorban a munkámra koncentráltam, és amikor eljött azok a problémák megjelentek, lásd, mély garázs, kölcsönök, akkor úgy éreztem, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Természetesen azt nem mondanám, hogy inaktív voltam, de valóban, hogy nem arra koncentráltam elsősorban. Ennek most már eljött az ideje, még van egy szűk évünk. Én már körülbelül a tavaly ősz óta ugye elkezdtem ezt a kritizálást, vagy hogyan csinálnám én másképp a marosvásárhelyi városvezetést, és reméljük, hogy júniustól ez bekövetkezik. Itt ugye a mai műsorunknak a címszava az is, hogy új Marosvásárhely, erős Maros megye, és ahogyan itt az elnök úr is mondta, hogy az a cél, hogy Marosvásárhely megújuljon, erős legyen, és Maros megye is erős legyen. Az is, polgármesteri jelölésről is beszélgettünk eddig, az is felmerül kérdésként szerintem sokunkba, hogy ön, mint Szováta volt polgármestere, miért nem lett esélyes az, hogy esetleg Marosvásárhely polgármestereként induljon? Én elsősorban úgy gondolom, hogy 4 évet, vagy 3-as felett pontosabban, mert a 4 évig még kell, végigvittem a megyei testület élén. A megyei tanács, azt kimondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb intézmény a megyében, és méretében óriási, tehát erről sokszor beszéltünk, hogy több mint 20 intézmény, 5000 fölötti alkalmazott, tehát egy valóban egy olyan tapasztalat volt számomra, aminek örvendek, hogy részese lehettem, és ezek után pedig úgy gondolom, hogy akkor, amikor egy ilyen fontos tisztségben eredményeket értél el, én úgy látom, hogy jó úton halad a Maros megyei tanács körüli dolgok, nagyon sok fejlesztés elindult, akkor most hagyni a Maros megyei tanácsot és átmenni egy másik tisztségben nem szabad. Tehát ezt mindenki elismerheti, aki közigazgatásban dolgozott és egy komolyabb intézményt vezetett, hogy az első 1-2 év azzal telik el, hogy megtanulod, hogy ki mire képes, az ajtók merre nyílnak. Most megint váltani a Maros megyei tanács élén szerintem nem szabad. Nyilván más dimenziókról beszélünk, egy megyei és egy városi intézmény. Természetesen más. Tehát, hogy most megint váltani egy olyan magyar megyei testületnél, aki felel 102 önkormányzat munkájáról is, van 40, csak ha az RMDSZ-t nézem, van 40 RMDSZ-es polgármesterünk, 56 alpolgármesterünk. Az intézményeinknek nagyon nagy részén de magyar emberek is dolgoznak, tehát hogyha magyar közösségről beszélünk és RMDSZ-ről beszélünk ma, akkor hogyan tedd meg azt a lépést, hogy hagyd ezt az egészet valakire,
és te keress egy más pályát. Én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban egy nagyon fontos prioritás az, hogy a megyét megőrizzük, de ugyanakkor egy olyan jelöltet állítsunk Marosvásárhely élére, aki képes megnyerni, és abban is biztos lehet mindenki, hogy a teljes támogatásomat megadom, hogyha sikerül megnyerni a városvezetést, hogy akár a tanácsaimmal tudjam segíteni, hogy jó irányba forduljon Marosvásárhely vezetése is. Itt most az is felmerül kérdésként Marosvásárhely kapcsán, hogy ki az alapellenség, hiszen rengeteget hallhattunk arról, és beszélünk arról, hogy 20 éve regnáló polgármestert le kell váltani. Biztos, hogy ő az ős ellenség? Biztos, hogy vele van a legnagyobb probléma? Azért alapkérdése szerintem, mert mindig egy kicsit azon is múlik, hogy a román lakosságot hogyan tudjuk megszólítani, és egyáltalán Marosvásárhelyi lakosságot hogyan tudjuk nem ellenség, ként kezelni, hanem magunk mellé állítani. Zoltán? Én úgy látom, hogy természetesen ez egy sok ismeretlenes egyenlet, de hogy röviden még az előző kérdéshez hozzászóljak, nyilvánvalóan Péter Ferenc elnök úrnak egy visszalépés lett volna a Marosvásárhely, és az a cél, hogy Szatmár megye 2016-ban elnyerte úgy a megyei, mint a városi tisztséget az RMDS, hogy Marosvásárhely és Marosvásárhely is megismételje. Most, ha én oda kerülök polgármesternek, egyáltalán nem mindegy, hogy a megyei tanács élén egy olyan ember áll, aki 16 évig egy város polgármestere volt, és az adminisztráció úgymond a kicsi ujjába van. Ezt intézményvezetőként is tapasztaltuk, hogy mennyire fontos és hasznosak a tanácsai. Na most a városban, hogy ős ellenség, a Flória egyértelmű, és nem is az ő személye, hanem amit képvisel, ezt a fajta fanariót, ha úgy tetszik, kiszipolyozása a városnak. És mindig azt láttuk, hogy összezárnak igazából mellette és mögötte várható, ez most is ezért ő az ős ellenség? Nem tudom, hogy összezárnak-e. Jó kérdés, hogy hogyan viszonyulnak a többi román pártok. A felmérések ugye azt is mondják, hogy most a legkisebb az ő népszerűsége a román szavazó táboron belül is, hiszen most már 20 év után a bármilyen eufórikus is legyen a hangulat, a román közösség is látja, hogy azért elmennek a fiatalok, és rengeteg román elhagyta ezt a várost emiatt, hogy korrupció van, nincs fejlesztés, nincs innováció, nem törődnek azzal, hogy fejlődik ez a város, hogy épül az infrastruktúrája, nem működik jól a tömegközlekedés, tehát nem akarok ezekbe a problémákba belemenni, mint tudjuk. Természetesen ezt az inger küszöböt átlépte a román közösség, és kérdés, hogy mennyire tudjuk mi megszólítani, illetve hogy a román pártok hogyan látják ezt a problémát, és mennyire akarnak ők is kilépni a Flória stigmából, hiszen nekik is rossz ez már. Itt a román pártok kapcsán mindenképp beszélünk kell arról is, hogy van egy helyi pártunk, a POL, aki ugye eléggé kétnyelvűen politizál, és teljesen más szinteret hozott be a helyi politikába. Mennyire tét az RMDS-nek, és akár Sors Zoltán jelölésének, hogy a POL-lal egyességre jusson ezen a választáson? Hát a POL-lal egyességre jutni szerintem lehet, mert fontos, hogy minden magyar választópolgárt elsősorban megszólítani, de ugyanakkor számomra fontos az, hogy a román polgárokat is megszólítsuk, hogy sikerült véleményem szerint bebizonyítani a 4 év alatt, amíg a megyei önkormányzatot vezettem, hogy pont úgy próbáltam jó megyei elnök lenni a magyar lakósoknak is, mint a román lakósoknak. Én ugyanezt a politikát szeretném vinni be a városvezetésbe, ugyanezt az eszmélet szeretném bevinni a városvezetésbe is, hogy mi nem csak a magyaroknak akarunk várost építeni, mi a magyar közösségnek is akarunk, viszont ugyanúgy a román közösségnek is akarunk várost építeni, megyét építeni. Szerintem a POL az valóban lehet egy ellenség, mert nagyon jól tudjuk, hogy itt van a Most Híd esete Szlovákiában, és látjuk, hogy milyen hatása volt a magyar választókra, mennyire megosztotta. Ugyanakkor itt vannak ugyebár azok, akik vegyes házasságokban élnek, vagy vegyes házasságokból születendő gyerekek, akik már választópolgárok, hogy ő hogyan gondolkozik magyarként vagy románként. Tehát nekünk kell legyen üzenetünk feléjük is, kell legyen üzenetünk mindazok fele, akik a POL-t látják ebben a pillanatban megoldásnak. Szerintem van rá lehetőségünk, hogy meggyőzzük azokat az embereket is, akiknek nem Dan Máska lesz az irányelv, hogy ezt kell követni. Amint látjuk, azért
egész biztos vagyok benne, hogy semmiféleképpen nem biztosítják ők a jövőt. Ők pillanatnyilag megpróbálnak élni egy olyan területen, ahol van egy kis rés, és azt próbálják kihasználni, de igazán egy stabil politikai alakulat az ebben a pillanatban az RMDSZ, akire számítani lehet, hogy igenis tud építkezni, tud szövetséget kötni akár más pártokkal, vagy akár egy komoly városfejlesztési stratégiát le tud tenni az asztalra. Rengeteg kérdés van még, de az időnk az nagyon-nagyon fogy. Azért igen, városfejlesztési stratégia kapcsán röviden megkérdezném mindkettőjüktől, és elsősorban Zoltántól, hogy biztos van már ilyen jellegű kidolgozott stratégia, de mi az elsődleges probléma ma a Marosvásárhelyen, és te mivel kezdenéd mondjuk 9 hónap múlva, ha sikeresen megnyernéd ezt a tisztséget? Ugye elsősorban egy olyan város igazgatásra van szükség, ami polgárbarát. Tehát ma, ha bemegy az ember a hivatalba, nem azt tapasztalja, hogy segítenek rajta, hanem 15 irodába küldözgetik. Mert ugye ez a dilettantizmus elsődleges bizonyítéka. Ez az elsődleges, hogy legyen egy polgárbarát városvezetés, legyen egy innovatív város Marosvásárhely. Rengeteg európai pályázatot lehetne lehívni, ezeket rögtön el kell kezdeni. A tömegközlekedés korszerűsítésétől elegészen a családbarát, fiatalbarát, vállalkozásbarát városvezetésig, vagy biciklibarát városvezetésig, hiszen ez nagyon sok Marosvásárhelynek egy fájdalma, hogy az elmúlt 20 év fejlesztése gyakorlatilag lebutította a városunkat egy ilyen autós tömeg, vagy nem is tudom, hogy mondjam, dugó a város minden nap, tömegközlekedés alig él, tehát az életminőség javítása a legfontosabb, és utána munkahelyek, fiatalitás és perspektíva a jövőbe. Elnök úr, kíváncsi vagyok az ön véleményére is, hiszen látszik, hogy Zoltán nagyon készül, és nagyon sokat dolgozott, tehát nagyon-nagyon sok terve van, de ön szerint mi az alapprioritás Marosvásárhelyi jövője számára? Tehát számomra egy nagyon fontos dolog, hogy egy olyan polgármester legyen, és egy olyan városvezetés, akivel együtt lehet működni, akivel elsősorban partner a beszélgetésekben, és partner azokban a tervekben, amit közösen kell megvalósítani, mert a jelenlegi abszolút nem partner. Tehát ez keresi mindenhol a bajt. Rengeteg perünk van sajnos a városvezetéssel, ezért nagyon sok projektünk áll, és a kórház körül nem tudtunk lépni, mert ugyebár 10 éve pereljük perelik ők a területet, amit mai napig úgy tartanak, hogy az övék, de még mai napig nincsen válasz rá, de rengeteg ilyen példa van, rengeteg olyan terv lenne, amivel együtt lehetne működni, és sajnos nem lehet, mert nincs kivel. Én elsősorban azt várnám el, hogy legyen egy olyan városvezetés, akivel együtt tud működni a megye, és emlékezzünk vissza, 20 év alatt volt 5 elnök, és eddig egyetlen egyel sem tudott együttműködni a polgármester, tehát nem tudom, hol kell keresni a bűnöst, melyik oldalon, de én most nem akarok, mindenki gondolkozzon saját maga, hogy hol kell keresni ebben az esetben a bűnöst. Én annyit tudok mondani, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy Marosvásárhelyen például az egészségügy, az a szolgáltatás, amiből majdnem azt mondhassuk, hogy Marosvásárhely él, tehát a legtöbb foglalkoztatott személy az egészségügyben dolgozik, tehát ennek a fejlesztése és ennek a továbbfejlesztése számomra prioritás volt és prioritás is kell, hogy legyen. Ugyanúgy az infrastruktúra fejlesztés, a terelőutak, a lobbizása az autópálya közelítésre, tehát mindezek mind olyan projektek, a turizmus, azzal is stratégiát dolgoztunk ki, tehát olyan értékekkel rendelkezik Marosvásárhely, amit kötelező módon ki kell használjuk, és ezt csak közösen, ezt partnerként tudjuk megtenni. Építeni kell rá, ez biztos, tehát hogy rengeteg lehetőség van, ami kiaknázatlanul áll. Legyen az a zárszó, és nagyon-nagyon röviden kérnék egy-egy választ, hogy önök teljesen hisznek abban, hogy megnyerhető Marosvásárhely jövő júniusában új magyar polgármesterrel? Én nemhogy hiszek benne, hanem meg vagyok győződve, hogy igenis lehetséges. Zoltán? Én ha azt mondom, hogy szkeptikusabb is vagyok, a számok is azt mutatják, hogy meg lehet nyerni, meg is kell nyerni. Én ezt 2016-ban is vállaltam a csapattal együtt, aki segített, most is vállalom, és nyilván nem azért vállalom, mert egy vesztes csatát akarok, hanem mert meg szeretnénk nyerni, hiszen Marosvásárhely többet érdemel, ezt mind tudjuk. Mi lesz az új szlogen? Az új szlogen, azt majd kitaláljuk, de... Marosvásárhely többet érdemel. Nem, ez már volt, tehát valami új lesz, Igen, igen, reméljük, mindenképp kíváncsian várjuk szerintem. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük a lehetőséget, szép estét mindenkinek. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és hát igen, rengeteg kérdés maradt még, és remélem, hogy ezt a két úriembert majd még itt faggathatom a mérlegen asztalánál, és önök is velünk tartanak. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.